bemutatni, aki idén végzett a Képzőművészeti Egyetemen, és én először a képeivel fél éve kerültem kapcsolatba, amikor Szentendrén a Malomban láttunk egy kortárs kiállítást, és ott nagyon megragadott minket két műve is. Ezért felkerestük, és interneten keresztül rá is találtunk, megbeszéltünk vele egy találkozót, és bementünk a Képzőművészeti Egyetemre a műtermébe, amelyre nagyon nagy hatást tett, hiszen mindig szerettem volna megismerni festőművészeket, és velük beszélgetni a képeikről, hogy így közelebb tudjak kerülni az értelmezéshez, hiszen sokszor érzem azt, hogy ez az én korom, és mégis ez a kortárs festőművészet sokszor távol áll tőlem. Így pedig egy olyan lehetőség nyílt számomra, hogy Katával tudtam beszélgetni a képeiről, és vitatkozni is néha. Az első kép, ami nekem nagyon megtetszett tőle, az a Judit cím, ami itt van mögöttünk. Ez nem fért föl, de számomra ez a kép olyan erőteljes volt, és annyi energiát sugárzott felém, hogy tényleg valóban el tudtam képzelni, hogy ő az ószövetségi hősnő, aki levágta annak a retteget hadvezérnek a fejét, és ezzel mentette meg népét. Miközben a beszélgetések során kiderült, hogy ez Kata egyik barátnőjét ábrázolja. Mégis az összes képéből számomra egy nagyon erőteljesek a képei, és ha lehet azt mondani, ő nem az az elefántcsontoronyban élő festő típus, hanem inkább folyamatosan reflektál a minket körülvevő eseményekre, és szerintem ezt az őt jellemző életkedv és humor is az, ami lehetővé teszi, hogy mindig az összes képén olyan felsejlő fricskákat helyez el, ami engem is kötelez arra szinte, hogy reagáljak a képeire. És ettől ezzel szemben viszont mégis megjelenik a festőségében ez a férfias keménység, de ez a lírai nőiesség is, amit számomra az a kép reprezentál a legjobban, a retkes csendélet az első, hiszen ezen a drapériának olyan színátmenetei és olyan ritmusai látszanak, ami számomra nagyon erőteljesen zenei. És a másik oldalról pedig az almás kockázat képét emelném ki, ahol pedig a kockára vágott alma és ez a fémes tükröződés számomra egy nagyon expresszív, férfias vonás már szinte. Kicsit úgy hasonlítanám őket össze, mint hogyha a házba és a trombita hangját hallanám, amely nagyon különböző, mégis mindkettőt szeretem hallgatni. És egy fiatal költő mondta nekem azt, egy barátom, hogy akkor érdemes a műalkotással időt tölteni, hogyha megváltoztat bennem valamit. Kata képeivel kapcsolatban mindig ezt érzem, amikor elmondják, hogy elgondolkodok valamit, hogy egy új gondolat merül fel bennem. És ez már azt jelenti, hogy kapcsolatba kerültem a képeivel, és hogy létrehozott bennem valami újat, valami többet. És önöknek is ezt szeretném kívánni a szemlélődés során, hasonló élményeket. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad.